A Hidrofehérvár AV19 egész szezonban mutatott teljesítményével bőven rászolgált a rájátszásra, és ezt az Innsbruck ellen biztosíthatta be hazai pályán. A hatba kerülést matematikailag biztosító győzelem felé az első lépést a meccs elején megtette a volán, a negyedik percben Kurált hozta helyzetbe Sót, aki közelről megszerezte a vezetést. Az első harmad további részeiben nem sorakoztak a nagy helyzetek, de így is sikerült növelni az előnyt. A játékrész utolsó percében ismét só talált be, ezúttal hárival kényszerítőzve fejezett be egy korongszerzéssel kezdődő akciót. Januárban az Innsbruck kellemetlen meglepetést okozva már 4-0-ra is vezetett Fehérváron a két csapat meccsén, most ellenben a második harmad végén a hazaiak álltak ennyivel jobban. Ebben a játékrészben Kurál duplázott még a harmad első felében. Előbb egy kipattanó korong után értékesítette Hári asszisztját, majd a 25. percben Atkinson lövésébe ért bele a legjobb ütemben. A 4 0 volán előnyel a meccs el is dőlt, így az is, hogy a fehérváriak tényleg ott lesznek a rájátszásban. A harmadik-harmadban a kényelmesen játszó volán ugyan előbb ember hátrányban, majd ember előnyben játszva is kapott egy-egy gólt, de 4-2-es győzelme még így is simának és megérdemeltek mondható. A Fehérvár tehát bejutott az Ice League rájátszásába, de addig még van hátra két alapszakasz mérkőzés is, ahol újabb pontokat lehet szerezni. Pénteken Linzben játszanak háriék, vasárnap pedig a Dornbird fogadják a Raktár utcában.